Sziasztok! Ez a Pergamera Hányszavak csatornája, és a mai videóban 10 könyvet hoztam, amit még el szeretnék olvasni ebben az évben. Az ötlet onnan jött, hogy láttam külföldi youtubereknél évvégi teget, amiben néhány kérdés volt azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnél még az év végéig elolvasni, szerinted lesz-e benne kedvenc könyved, meg ilyesmik. De úgy gondoltam, hogy most nem egy booktaggel jövök, egyszerűen csak egy felsorolás videóval. Méghozzá 10 olyan könyvet hoztam, amit még nagyon szeretnék elolvasni december 31-ig. És hát ez a 10 könyv, ez valószínűleg bele fog férni ebbe a 2 hónapba, ami még hátra van az évből, de én már ezzel is elégedett lennék, hogyha ennyit tudnék teljesíteni. Az még jobb lenne, hogyha egy picivel túl tudnám teljesíteni ezt, mert akkor valószínűleg már meg lenne a 80 fölötti olvasásom, és hát ez egy hatalmas cél lenne, mivel tavaly 70-valahány könyvet olvastam el, és ezzel így megdönteném ezt a rekordot. Oldalszámban már képzeljétek el, most is megdöntöttem a tavalyit, tavaly összesen olvastam 22.000 oldal környékén, és amikor felveszem ezt a videót, akkor 23.000-et is meghaladtam már az olvasásaimmal, tehát elég hosszú könyveket olvastam, nem is húzom tovább az időt, nézzük, hogy mi még az a pár könyv, ami jó lenne, ha beleférne az évembe, és az első nem más, mint a Csernobili ima. A Csernobili ima lesz ebben a hónapban az a könyv, amit mindenképpen el fogok olvasni, mert már ugye be is szereztem. Úgyhogy ez egyértelműen pipa lesz ezen a listán. Ez az elsődleges, amit szeretnék befejezni ebben az évben még. Ezután következik a Nápolyi regények sorozat. A Nápolyi regényekből még csak az első részt olvastam, és még 3 rész van hátra, hogy befejezzem a sorozatot. Annyira megragadott az első rész, hogy én nagyon szeretném az egész sorozatot még idén elolvasni, hogyha belefér az időmbe, akkor ezt a 3 részt még mindenképpen el fogom olvasni. Ezután pedig a Tüskék és rózsák udvara első része is olyan volt, ami annyira megfogott, hogy szeretném idén elolvasni a sorozatot, de itt igazából a következő 2 részre gondolok. Mert a 3. rész az nemrég jelent meg, de ez egy ilyen kiegészítő kötet, vagy nem tudom mi, 3,1. rész, ami nem annyira fontos. A legfontosabb a következő 2 rész lenne, amiket még szívesen elolvasnék idén, ezzel már elégedett lennék. Ezután következik az Egy életem, egy halálom, amit már régóta tervezek elolvasni, ez ugye az új Twilight, és hogyha beleférne az idei évembe, akkor erről nagyon szívesen mondanék még nektek véleményt. A nagyon közeli jövőben tervezett olvasásaim között szerepel Fini Petra Akkor is című kötete, ami már egy nagyon-nagyon régi várólistás könyvem. Azért is lenne nagyon fontos, mert van a kihívásom, ami a várólistám legrosszabb és legjobb könyveinek az értékelése lenne, és elolvasása, és ebből a listából már csak is ez az egy könyv hiányzik, úgyhogy ha ezt is elolvasnám, akkor lenne egy kihívásom, amit kipipálhatok az éven. Van még egy kihívásom, ami nem fog teljesülni az éven, akkor sem, hogyha ezen a 10 könyvön kívül azt a listát is elkezdeném pörgetni, mert nincs hozzájuk kedvem. Jelenleg úgy áll, hogy ezeket, amiket most felsorolok, sokkal szívesebben olvasnám, mint bármi mást, ami még a másik kihívásomhoz kapcsolódik, ami az idén végre elolvasom könyvek. Azzal is haladtam egyébként, szóval nem nulla az, amit teljesítettem belőle, de nem vagyok benne biztos, hogy idén van még időm arra, hogy ezt a listát teljesen kipipáljam. 2 könyv van még a listán, mind a 2-t decemberre szeretném halasztani, mert ezek igazi téli olvasások lesznek, amiket én mindig szeretek karácsonyra halasztani. Egyszerűen muszáj, hogy karácsonykor ilyen könyveket olvassak, mert ahhoz van hangulatom, és mert tényleg ez már hagyomány nálam. Az egyik Matt Haig könyve, az Igazmondó Glimpy, ami a Fiú, akit karácsonynak hívnak sorozatnak egy kötete, szerintem kiegészítő kötet lehet, vagy valami hasonló, mert abból ismerhetjük abból a meséből az Igazmondó Glimpit, akinek saját könyve van most így már, és mivel Matt Haig karácsony sorozatát olvastam eddig, az előző karácsonyokkor, ezért most is hasonlót szeretnék választani, és ez tökéletesnek tűnik, úgyhogy a kis húgommal valószínűleg idén ezt fogjuk olvasni karácsonykor. A másik pedig szintén a Kolibri kiadónál jelent meg, ez pedig a Téli jegyesei 3. része,
aminek most nem jut eszembe a neve. A T-jegyesei egy az ugye nem fogott meg annyira, a második sokkal jobb volt, és most már így hajlok arra, hogy decemberben tök jó olvasmány lehet a téli jegyesei harmadik része, és mostanában jelenik meg, szóval remélem, hogy ezt is még karácsony környékére be tudom zsúfolni magamnak. Ehhez az kell, hogy a többi felsorolt könyvemet novemberben és december elején be tudjam fejezni, és akkor karácsonyra marad ez a két kötet. Ezek tehát a terveim erre a két hónapra. Én nagyon boldog lennék, hogyha ez a 10 könyv még beleférne, illetve biztos, hogy még bele fog férni egy-két másik könyv is, például amit jelenleg olvasok, szóval ennél több lesz, de hogyha ezek a könyvek beleférnének, akkor nagyon boldog lennék, mert mindegyik nagyon közel áll hozzám, és jó érzés lenne lezárt sorozatokkal kezdeni a következő évet. Nektek milyen terveitek vannak erre az évre? Hány könyvet szeretnétek még elolvasni? Van-e olyan könyv, amit mindenképpen még ebben az évben szeretnétek elolvasni? Vagy ami esetleg még csak most fog megjelenni, de nagyon várjátok. Ennyi összegzést szerettem volna erre az évre, aztán majd évvégén és január elején jönnek a nagy évértékelő videóim. Most kell még belehúzni, kedves könyvmolyok, hogy úgy zárjuk az évet, ahogy szeretnénk. Szóval ennyit szerettem volna mára. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!